Az 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi szabadságharc kezdetére emlékeztek a kárpátaljai mezőváriban. 1703. május 21-én Esze Tamás elsőként Tarpán, néhány órával később pedig a ma Kárpátaljához tartozó mezőváriban bontotta ki a nagyságos fejedelem lobogóit. A helybeliek erre méltán büszkék, hiszen a korabeli adatok szerint a községben 24-en csatlakoztak Esze Tamáshoz. Az eseményt márványtábla jelzi az ősi református templom falán. Az idén a háború miatt a hagyományos ünnepségek elmaradtak. A környék magyarsága csendes főhajtással és koszorúzással emlékezett. A múlt ismerete nélkül nem tudjuk magunkat kiismerni a manapság, tehát a mai időkben sem, és jövőt tervezni pedig végképp nem lehet. Tehát azért reménykedem abban, hogy az iskoláinkban a tanárok nem felekeznek el a Rákóczi szabadságharcról is előzményéről, hisz itt Váriban és Beregszárdban bontottak zászlót, az a maroknyi kaszával, vasvillával felfegyverkezett, mondhatunk úgy is, hogy rongyos gárda, amelyik szemben mert szállni az európai birodalmak egyik leghatalmasabbjával. Utólag megállapítottuk, hogy tulajdonképpen semmi esélyük nem volt, de itt bontakozott ki Rákóczi Ferencnek az odaadása, az önzetlensége, és az, hogy a hazájáért, a népért mindenre kész volt. Úgy gondolom a magam részéről, hogy a szabadságharc tulajdonképpen nem volt egy vesztes háború, hisz hogyha visszaemlékezünk a fegyverletétel után, hogy milyen idők következtek, tehát okultak abban a hatalmas harcban, amit a magyar nép vállalt magára, és nagyon sok mindenben megváltozott a helyzet is, és mondhatnunk úgy is, hogy tulajdonképpen előnyös volt sok ezer magyar harcos számára ez a béke. De ugyanakkor szükség volt arra is, hogy az eszme tovább éljen, a szabadság eszméje. Ez pedig Rákóczi vállalta magára, hogy nem hagyja kialudni a szabadság iránti vágyat a magyarok ezrében, és éppen ezért nem tudta elfogadni ezt a békét sem, és továbbvitte magával, tehát megtartva a magyarok szívében a szabadság utáni vágyat.